Közfoglalkoztatás Karcagon, mind a két tagintézményben indul első osztály, első osztályban fog tanítani Tótné Szűcs Judit, folytogatta áldozatát a tomai férfi. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. március 23-án 18 óra 5 perckor. Lesz-e idén közfoglalkoztatási program városunkban, s ha igen, milyen feladatokat végeznek el a dolgozók? Erről kérdeztük Molnár Pált, a Városgondnokság igazgatóját. Mint megtudtuk, 2021-ben is lesz közfoglalkoztatás. Egyrészt a Start munkaprogram, másrészt hosszabb távú közfoglalkoztatás is. Start munkaprogram keretében 226 főre pályáztunk, amely pályázatot meg is nyertük, valamint hosszabb távú közfoglalkoztatásra 30 fővel indultunk, ezt a pályázatunkat is elfogadták. Március 1-től, most a március kezdéséig jött, hogy március 1-ével el tudtuk indítani, sajnos a létszámot teljes mértékben nem tudtuk föltölteni, 14 fő hiányzik még, de ezeknek a pótlása is folyamatban van, valamint válogatunk mi is azokat a munkavállalókat, amelyek az elmúlt évben nem jól teljesítettek, akár munkamorál szempontjából, akár pedig a munkaminősége szempontjából, azokat a munkavállalókat már nem alkalmazzuk, tehát lenne jelentkező, de elkezdtünk mi is az előző évekhez hasonlóan válogatni a munkavállalók közül. Két program között lényeges különbség van. Két program között egy lényeges különbség, hogy míg a Start munka programban konkrét feladatokat kell elvégezni, akár belvízmentesítési feladatok, árokrendezési feladatok, vagy közterületrendezési feladatok. Itt konkrétan meghatározott munkanap alapján kell a napú tevékenységét a dolgozóknak elvégezni, míg a másiknál a 30 fős hosszabb távú közfoglalkoztatásnál bármilyen önkormányzati munkával, önkormányzati feladattal összefüggő munkát elvégeztet. Az itt dolgozókkal. Az elmúlt két évben, amióta elkezdték szűrni a munkavállalókat, azóta tudják, hogy jól kell a munkájukat végezni, hogy bekerüljenek a jövő évi közfoglalkoztatásba. Már az elmúlt két évben is bevezettük ezt, hogy elkezdtük szűrni a munkavállalókat. Előző években is volt egy bizonyos szintű szűrés, csak ott örültünk, hogyha jönnek, olyan nagy létszámú volt a közfoglalkoztatás, tehát volt, hogy 600 fővel foglalkoztattunk, ott nagy válogatási lehetőség nem volt. Most már viszont érzik a munkavállalók, hogy igenis úgy kell a munkájukat elvégezni, hogy bekerüljenek a jövő évi közfoglalkoztatásba is, mert több a munkavállaló jelen esetben, mint a lehetőség. Nagyon jól tudjuk, hogy a versenyszférában is csökkentek a foglalkoztatási lehetőségek a koronavírus járvány miatt, és azt tapasztaljuk, hogy egy picit ez az év talán nagyobb lehetőséget biztosít arra, hogy válogassunk a minőségi munkavállalók között is. A főtéren az előkészítő munkálatokat láthatjuk, a külterületen is lesz lehetőség arra, hogy folytassák a megkezdett munkát, akár a mezőgazdasági földutak karbantartása, vagy más mezőgazdasági növénytermesztés, vagy a csemetekerti gondozást. A különböző programokat, amelyeket most nem soroltam föl, külterületi munkák is vannak, akár a mezőgazdasági földutak karbantartása, akár egyéb más mezőgazdasági programok, mezőgazdasági növénytermesztés, vagy gondolhatunk a csemetekertre, ott is beindultak a munkák, ezeket is természetesen a programtól függően van, amely csak november végéig, itt említeni a belvíz mentesítési programot, amely csak november végéig működik, viszont a közterületi és a mezőgazdasági program az jövő év, tehát 2022. február 28-áig fog tartani. Mint megtudtuk, a gazdák többsége jobban vigyáz a külterületi földutakra, aki pedig nem, ott megvannak a figyelmeztetési, büntetési lehetőségek. A gazdák közül van néhány, akik nem vigyáznak erre a területre, erre viszont megvannak a szankcionálási lehetőségek. Jegyző úr az elmúlt évben nekünk kiadta mezőrségen keresztül, ugyanis a mezőrséget is a Városgondnokság, mint munkáltató üzemelteti. Összeírják a mezőrök, hogy mely rendszámú mezőgazdasági gépekkel teszik tönkre az utakat, és ezeknek a mezőgazdasági vállalkozóknak, hogyha önként nem teszik rendbe, akkor menni fog jegyző úrtól a felszólító levél.
cél. Azért azt el kell mondanom, hogy tudják ezek a gazdák, hogy kik tették tönkre, és általában azért hozzákezdenek és rendbe teszik. Nekünk azokkal az utakkal kell foglalkozni főként, amelyeket esetleg nem akarnak rendbe tenni. A felszólítás kimegy, de nem végzi el a munkát az, aki rendbe tette. Ezeket az utakat viszont mi rendbe fogjuk tenni. Az önkormányzat egy sikeres pályázatnak köszönhetően az illegális hulladéklerakók egy részét felszámolta, de évek óta a Start munkaprogram keretében 12 fővel végzik a kisebb illegális hulladéklerakó telepek felszámolását, így nagyon sok hulladékot be tudnak szállítani a határból a hulladéklerakóba. Szeptemberben a KIAMI két tagintézményében egy-egy első osztály indul, tudtuk meg Plusz Csilla intézményvezetőtől. Két tagintézményben már decemberben megkezdték az elsősök tájékoztatását. Az írásos anyag mellé a Kiskulcsoson kifestőket küldtek. A Kovácsban egy videófilm is készült az itt folyó tanításról. A két általános iskolai tagintézményünk már decemberben megkezdte az elsősöknek a tájékoztatását, a leendő elsősök tájékoztatását és toborzását különbözőképpen. A Kiskulcsosi tagintézményben egy kis tájékoztató anyag került összeállításra, illetve az anyag mellé egy kis játékos kifestőt is küldtek a tanítónénik a most alsós gyerekek az óvodásoknak. A Kovács tagintézményben szintén egy kis tájékoztató anyag készült, de itt most az elmúlt napokban elkészült egy kis videófilm is arról, hogy hogyan zajlik itt egy tanítás, és ezt is meg fogjuk osztani az óvodákon keresztül a leendő első osztályos szülőkkel, illetve gyerekekkel, hogy segítsük őket abban, hogy megfelelően tudjanak iskolát választani gyermekeiknek. Terveink szerint egy-egy első osztállyal indítunk a két tagintézményben. Bízunk benne, hogy ez egy szép nagy létszámú két első osztály lesz. Kiskulcsoson Veres Henrietta és Szakál Kinga, a Kovácsban Tótné Szűcs Judit lesz az elsős tanítónő. A Kiskulcsoson Veres Henrietta és Szakál Kinga tanítónénik fogják az első osztályosok útjait egyengetni, itt a Kovács Mihály tagintézményünkben pedig Tótné Szűcs Judit tanítónéni lesz az, aki megfogja a gyermekek kezét és két éven keresztül kíséri őket. Áprilisban lesz a beiratkozás. Még nem tudni, hogy személyesen vagy digitálisan lesz a beiratkozás. Erről időben tájékoztatják majd a szülőket. Várakozással vagyunk tele, hiszen nem tudjuk, hogy a jelenlegi járványügyi intézkedések meddig fognak fennmaradni. Most jelen helyzet szerint ugye április 7-ig, hogy utána mi lesz, azt még nem tudjuk. Minden esetre, ha marad ez a helyzet, akkor úgy, ahogy már a tavalyi évben is próbálkoztunk, digitális úton kerül sor a beiratkozásra. Ha feloldódik ez a helyzet, akkor természetesen személyesen várjuk a szülőket, a gyermekekkel együtt az első osztályos beiratkozásra április közepén. A művészeti iskolában májusban és június elején van a beiratkozás, és szeptember elején van a pótbeiratkozás. Szeretnének addig a tanévben, ha vége a digitális oktatásnak, felkeresni az iskolákat, és bemutatni a művészeti iskola kínálatát. Van a művészeti iskolába a deiskolázási időszak, az mindig a május, illetve június elejei időszak. Bízom benne, hogy lesz lehetőségünk a kollégákkal együtt ellátogatni az általános iskolákba, hogy tájékoztassuk a gyermekeket, hogy milyen lehetőségeik vannak a hangszertanulásra, és bízom benne, hogy minél több gyerek fog ide is jelentkezni. Ott mindig májusban, illetve június elején történik meg a következő tanévre való jelentkezés, de akik ezt nem tudják akkor megtenni, szeptember elején mindig még pótbeiratkozási napokat szoktunk tartani a művészeti iskolában. A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kovács Mihály Általános Iskolai Tagintézményében szeptemberben az elsősök osztályfőnöke Tótné Szűcs Judit tanítónő lesz. A tanítónő édesanyja pályáját is követte, amikor szakmának, hivatásának választotta a legkisebbekkel való foglalkozást. 21 éve van a pályán, 2004 óta Kovácsban.
Én nagyon szeretem a gyerekeket, nekem is van saját gyermekem, illetve édesanyám tanítónéni volt, amíg nyugdíjba nem ment, úgyhogy én már kiskoromtól kezdve arra gondoltam, hogy tanítónéni leszek én is. Szerencsére sikeresen elvégeztem az ehhez szükséges iskolákat, és így már 21. éve tanítok. A kisgyerekeket nagyon szeretem, a kisebb korosztályt, és úgy érzem, hogy ők közelebb is állnak hozzám, velük jobban megértem magamat, és jobban el tudunk boldogulni, jobban tudom őket tanítani, közösen együtt dolgozni. Ez egy kicsit nehezebb mindig, mint a második osztály, hiszen új gyermekekkel ismerkedik meg az ember, a beszokatási időszak sem egyszerű, többféle óvodából, többféle társadalmi közegből, helyről, stb. Jönnek a gyerekek, és itt össze kell őket kovácsolni, szokatni, hogy egy osztályközösségé váljanak. Ez nagyon nehéz feladat sokszor, de van, amikor zökkenőmentesen megy. Angol nyelvet is tanít a gyerekeknek. Még nem tudja, kik lesznek az elsősei, hiszen a beiratkozás még nem történt meg, de nagyon várja, hogy áprilisban megismerhesse leendő tanítványait és szüleiket. Szeretnék majd tájékozódni az ügyben mindenféleképpen, még most nem tudok semmit, hiszen nem régen tudtam meg, hogy én leszek a tanítónéni, aminek egyébként örülök is, tehát ennek a hírnek, mert tényleg szeretek tanítani és kisgyerekekkel foglalkozni, de azon leszek, hogy információkat szerezzek róluk, és kapcsolatba kerüljek velük. Óráin szigorú, de következetes, igyekszik játékos módon tanítani, ehhez sok új fejlesztő játék is a rendelkezésére áll. A gyerekek véleményét tudom elmondani, nagyon szeretnek a gyerekek, érzem is rajtuk, látom is rajtuk, azt mondják, hogy szigorú vagyok, viszont következetes, hogyha jót tesznek, akkor rögtön jutalmazom őket, ha viszont rosszat tesznek, akkor egy pici büntetést is von maga után. A szülőkkel általában jó a kapcsolatom, mindent meg tudok velük beszélni mindenféle fórumon, formában, úgyhogy próbáljuk közösen együtt nevelni a gyerekeket, és ez szerintem nagyon fontos, és ezt a gyerekek tudják és érzik is. Nagyon sok játékos módszert, feladatot alkalmazok a tanóráimon, rengeteg új játékot kaptunk a pályázattal, és ezeket már most második osztályban is nagyon szeretik a gyerekek. Közösen szeretnek játszani, és arra is nevelem, szokatom őket, hogy ez a közös tevékenység, ez nagyon fontos, és a játék minden gyermek életében. És szerintem, hogyha egy iskolában játékos módon folyik az oktatás, illetve a gyermek nem érzi úgy, hogy most ez neki egy olyan nagyobb kötelesség, nem játszva tanul, akkor sokkal szívesebben fog iskolába járni, úgy gondolom. A kikapcsolódás családjával együtt töltött idő jelenti, a szabad idejében kertészkedik is. Kertesházban lakom, virágaim vannak, és van két kutyám is, őket is nagyon szeretem. Általában a család és a pihenés az kikapcsol és megnyugtat. Otthon anyuka és nem pedagógus, de azért tanul együtt a fiával is, akinek alsóban angolt is tanított. A Jász-Nagykun Szolnok megyei főügyészség vádat emelt egy 38 éves tomajmonostorai férfi ellen emberölés büntettének kísérlete és más bűncselekmények miatt. Megrázó tudósítás következik. A vádirat szerint a férfi még 2017-ben ismerkedett meg az akkor 13 éves sértettel. Baráti jellegű kapcsolatuk a lány 16 éves koráig tartott. A férfi nem helyén értékelte ezt a kapcsolatot, nem volt közöttük szexuális kapcsolat, ennek ellenére párkapcsolatként tekintett a lányhoz fűződő viszonyára. A sértett 2020. júniusában úgy döntött, hogy végleg megszakítja a férfivel a kapcsolatát, mert rendszeresen számon kérte őt egy osztálytársával való levelezése miatt. A férfi azonban nem vette tudomásul az elutasítást, ezért 2020. június 29-én a délutáni órákban Tomajmonostora külterületére egy használaton kívüli dökút melletti kietlen területre csalta a lányt, azzal az ürüggyel, hogy egy ajándékot szeretne neki átadni. Amikor a sértett megérkezett, akkor újra előhozakodott azzal, hogy szeretné a kapcsolatukat folytatni, a lány azonban határozottan elzárkózott ezelől. Ezen a férfi feldühödött, hanyat lökte a lányt, ráült a mellkasára, és két kézzel folytogatni kezdte. A lány tehetetlenül vergődött hanyat fekve a földön, a férfi pedig az egyik kezével továbbra is leszorította a földre, a másik kezével pedig a zsebéből elővette egy kést, és azzal több helyen megvagdosta a lánynak a nyakát. A kés eltört, ekkor az elkövető azt eldobta, és tovább folytogatta két kézzel, csak nem 20 percen keresztül,
nagy és közepes erővel, ennek következtében a sértett eszméletét vesztette. A férfi, kihasználva azt, hogy a lány védekezésre képtelen, szexuális erőszakot követett el rajta, és ki is posztotta, elvette tőle a mobiltelefonját, majd abban a hiszemben hagyta sorsára a sértettet, hogy az addig neki okozott sérülésekbe bele fog halni. A sértett az elszenvedett bántalmazás következtében számos 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett el, és csak a szerencsés véletlennek köszönhető, hogy életben maradt. A főügyészség vádiratában azt indítványozza, hogy a bíróság börtönben végrehajtandó szabadságvesztéssel sújtja a vádlottat, határozott időre tiltsa el a közügyek gyakorlásától, és véglegesen tiltsa el minden olyan foglalkozástól, amelynek keretében 18. életi be nem töltött személy lenne a nevelésére, gondozására, felügyeletére, gyógykezelésére bízva. Az ügyben a szolnoki törvényszék fog dönteni első fokon. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. A riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcaktv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!